Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják, elsőként nézzük a tartalmat röviden. Megemelkedett a szabadtéri tüzek száma tűzgyújtási tilalom Pest megyében. Februári képviselőtestületi ülés, a bizottságok elkészítették a 2018 évben végzett munkájukról szóló beszámolót. Postmortem, befejeződött Bergendi Péter horror filmjének forgatása. Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. Csak ebben az évben több mint 100 esetben kellett vonulniuk a tűzoltóknak Pest megyében az ilyen jellegű káreseményekhez. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. A megszaporodott szabadtéri tűzesetek miatt tegnap tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe Pest megyében. A tűzgyújtási tilalom megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől. Az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A fokozott tűzveszély a közzétételtől a visszavonásig él. A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható, tájékoztatta a Szentendrei Médiaközpontot Csámpai Attila, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője. A képviselő testület mellett működő bizottságok, a Városfejlesztési Jogi és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális és Turisztikai Bizottság, a Jóléti Bizottság, illetve tájékoztatásul a Jóléti Munkacsoport elkészítette a 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, valamint az idei évre szóló munkatervüket is, melyeket a testület elfogadott. A 12-es napirendi pont a TST és SZÉSZ módosítás elfogadása a hullámtéri település központi vegyes besorolású Dunakorzó Dózsa-György út 25/2 helyrajzi számú ingatlan és környezetének fejlesztéséről szólt. Nem kívántam hozzászólni, de azért ezt elmondanám tömören, hogy szakmaiért valóban nem hangzott el ellene. Mi egy dolgot emeltünk ki, legalábbis én, ugye a koncepciótlanságot, de ezt nem akartam már többször elmondani, hogy mindig emiatt elleneztük ezt a beruházást. Szakmaiért valóban a lakosság részéről nem hangzik el, és nem is jut el, de szerintem azért szakmai érv is van bőven, de ne várjuk el a lakosságtól, hogy szakmailag érveljen valami ellen. Tehát lehet, hogy szakmailag helyes lenne a 11-es utat kétszer négy sávosra bővíteni, de mégse tesszük meg. Tehát gyorsabb lenne a közlekedés, de élhetetlenebb lenne tőle a város. Tehát a lakosság szerintem nem szakmailag tiltakozik ezerint a beruházás ellen, szakmailag teljesen rendben van. Hát abban Lehel nagyon jól elmondta meggyőzően a szakmai érveket, valóban azzal egyet lehet érteni. Tehát szakmailag a Városfejlesztési Bizottság egyet kell azzal érteni, de a képviselőtestületnél mi a lakosságot képviseljük, és a lakosságnak egy jelentős hányada ellenzi ezt a beruházást, legalábbis a látható jelek szerint. Én amiatt ellenzem, mert nem illik bele semmiféle városfejlesztési koncepcióba, nem illik bele a város által elfogadott integrált településfejlesztési stratégiába, és így tovább. De ezt hosszasan megbeszéltük a bizottságban, többször elmondtuk az érveket, ellenérveket. Jelenleg, amit Holló István és Lontai Tamás kér, az az, hogy helyezzük arrébb erről a döntést, mert a lakosság jelentős része ezt ellenzi. Ha a testület így dönt, akkor lehet, hogy figyelmen kívül hagyjuk a lakosságnak egy jelentős részét. Még a többiről meg nem is tudjuk, hogy mit gondol. Köszönöm. Köszönjük szépen. Itt én egy alapvető problémát látok abban, hogy egy beruházásról beszélünk, mintha egy beruházásról döntenénk. Jól lehet, itt egyáltalán nem beruházásról döntünk, hanem egy szabályozásról, ami egy magán ingatlanon lehetővé tesz bizonyos építkezést, míg másokat nem tesz lehetővé. Tehát a közösségnek alapvetően a közösségi területek kapcsán van olyan lehetősége, hogy meghatározza, hogy mit szeretne ott látni. És akkor most ezen a ponton hadd mondjam el nagy örömmel, hogy a postástrand fejlesztése meg fog történni a kormány döntése értelmében
200 millió forintot kapunk ennek a területnek a fejlesztésére, tehát biztos, hogy egy nagyon komoly előrelépést és otthonosságot lehet majd ezen a zöld területen végrehajtani. Úgyhogy a közösségi területekben tudunk közösségként gondolkodni. A beruházást nem az önkormányzat végzi, se ilyen beruházást, se olyat, tehát itt mi szabályozásról tudunk dönteni, és ahogy a főépítész úr tegnap is elmondta, irodaházat ma is lehet a jelenlegi szabályozás szerint itt ezen a területen építeni, sőt, lakóparkot is. Kuncsaba képviselő úr, parancsolj! Itt a képviselő felelősségről elmélkedett Szeged István, és hogy másképp kéne gondolkozunk a testületülésen, mint a bizottságülésen, ezzel nem értek egyet. És azt gondolom, hogy nekünk szakmai érvek alapján kell dönteni, és nem érzelmileg. Tehát lehet, hogy érzelmi szempontból valamit ellenzünk, nem szimpatikus, nem annyira tetszene nekünk, nem is olyan jól nézne ott ki, de nem ezek az érvek döntenek. Itt észérvek és szakmai érvek mentén kell dönteni, és azzal pedig abszolút nem értek egyet, hogy ne lenne összhangba ez a fejlesztés, ez a változtatás a településfejlesztési elképzeléseinkkel, hiszen rendezettebb, egységező terület lesz, hiszen az árvízvédelmi dolgok megvalósulnak, tehát ami most rendezetlen, az rendezett lesz ilyen szempontból, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az a véleményünk, hogy több lakóterületi fejlesztés ne legyen Szentendrén, ezt is meg tudjuk gátolni. Tehát mindenképpen beleilleszkedik azokba az elképzelésekbe, amelyeket megfogalmaztunk, mint fő irányvonalat. Tehát még egyszer mondom, nem tudok olyan szakmai évről, azon kívül, hogy egy érv, hogy ne épüljön semmi, mert szebb a zöld. Tehát ezzel így egyet lehet érteni, csak mivel nem a miénk a terület, nem az önkormányzat ingatlanán történik a fejlesztés, hanem magán tulajdon ingatlanon, ezért mi ezt csak a szabályozással tudjuk befolyásolni, és mi jó irányba kívántuk ezzel befolyásolni. Köszönöm szépen, Hernádi Krisztina, parancsolj! Akkor szakmai érveket, ha már úgy gondoltam, mégse akarok hozzászólni, de mégis. Akkor a közterületeket nem érinti, akkor miért tűnik el a Strand utca? Miért lesz kevesebb parkolóhely a környéken? Satöbbi. Egyébként a Strand utca ugye a védett ingatlan, helyrajzi számú ingatlan része, tehát én azt gondolom, hogy igenis érint közterületet, igenis érinteni fogja a beruházás egy része mindenképpen környezetileg, tehát akkor erről is beszéljünk, hogy környezetileg is érinti. Az összes többi, mondjuk a Waterfront is érinteni fogja az árvíz levonulásától kezdve, igenis beszéljünk róla, nem fog rendeződni a beruházástól sem a zöld felület, nem lesz nagyobb, tehát ez egy illúzió, hogy egy nagyobb beépítettséggel növekszik a zöld terület. Ezt úgy gondolom, hogy ezt magunk sem hisszük el. És még egyéb sok szakmai érvet föl tudok sorolni egyébként, csak azt hiszem nem erről szól ez a testületi ülés, hogy mondjuk környezetvédelmi és természetvédelmi szakértőként végig soroljam az összes olyan jogszabályt, amiben mondjuk számomra nem megfelelően illeszkedik bele, és akkor azt gondolom, hogy enyhe volt a kifejezés. A 12-es napirendi ponthoz tartozó település szerkezeti terv módosításának határozati javaslatát 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el, majd a SZÉSZ rendelet módosítását is 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. További részletek a holnapi híradónkban. A vasúti villasoron megépített új körforgalom még mindig gondot okoz az autósoknak. A gépjármű vezetők többször szembe mennek a forgalommal, vagy a körforgalomban parkolnak. A város lakóit arról kérdeztük, mennyire látják hasznosnak az újonnan kialakított körforgalmat. Folyamatban van a Szentendrei üzletház melletti vásárlói és a P+R parkoló felújítása. Jelenleg a parkolót átszelő két utat alapozzák, melynek a szegélyei már elkészültek. Ezt követi a belső körforgalom kiépítése, a közvilágítás bővítése. Az üzletház mögötti terület vízelvezetésének megoldása az itt lévő víznyelők eltömődése miatt okoz többletmunkát. A kivitelezést végző cég tájékoztatása szerint előreláthatólag március közepére várható a terület átadása a forgalomnak. Azt látom, hogy egyelőre fennakadást okoz, ha készen lesz, akkor gondolom majd könnyíteni fog a
haladásban. Parkolni nagyon nehéz, nagyon sok helyen kell megállni, amíg végre találunk helyet most jelenleg. Nem tudom, hogy van-e terv erre vonatkozóan, de nagyon nehéz parkolni. A munkálatok Szentendre belterületén a vasúti villasor Dunakanyar körút, Hévvégállomás, bevásárlóközpont, benzinkút közötti szakaszán történik. A feladatok közt szerepel a meglévő parkoló terület felújítása, valamint a P+R parkoló külön választása. Továbbá minikörforgalmú csomópontot alakítottak ki. A parkoló területén már elkészült egy minikörforgalmú csomópont, és több egyszerű útcsatlakozást építettek ki. Nagyon fontos, hogy meg lehessen állni minden hév állomásnál, és lehessen használni a tömegközlekedést. A szentendreiek szerint a parkolás jelenti a legnagyobb nehézséget a környéken. A parkolás az egyértelműen problémás. Régen nyilvánvaló, hogy ilyen emberibb körülmények közé kellett ezt meg kellett csinálni, mert amit ott ilyen sárban, latyakban, mindenben ott parkolni, hát valamit csinálni kellett, ez egyértelmű. A puding próbája az evés, tette hozzá Szász Lajos. Szerinte akkor fog csak kiderülni, hogy valóban segítséget jelente a parkoló, amikor befejeződtek a munkálatok. Akadt olyan járókelő is, aki több szempontból is kifogásolta a jelenlegi átalakításokat a vasúti villasoron. Nem hasznos, egyáltalán nem hasznos, mert ezek teljesen üres járatok, mert ha ide bokrokat ültetnek, vagy egyebeket, akkor az onnan jövők nem fogják látni, hogy mikor jön a másik. Szóval ez egy alapvető probléma, és a másik, hogy nem oldja meg a parkolást. Nem oldja meg a parkolást, mert itt az üzletek előtt azelőtt legalább meg lehetett állni, és bizony ők már az önkormányzatnál ők jelezték, hogy probléma van abból, hogy csökken nekik a bevételük. A körforgalom nem oldotta meg az akadálymentes közlekedést, tette hozzá. Majd ha készen lesz, meg lehet nézni, hogy bizony itt, hogyha valaki jön a Spárba, akkor egész oda el kell mennie, mert egyáltalán itt nem megoldott, pont ahol szükséges lenne. Egyébként is véleményem szerint a zebrát is nagyon rossz helyre, jó lehet, hogy átmenetileg, én ezt nem tudom pontosan, de aki az üzletbe akar menni, annak ott kéne, hogy legyen. Bizony elég sokat kell néha várni, mert akkora a forgalom egyébként is ezen az úton, ami nincs is felkészülve ekkora forgalomra, annál is inkább, mert olyan járművek járnak itt, hogy az elképesztő, a legnagyobb kamiontól kezdve mindenféle járművek, munkagépek. Tehát itt ezt én lehet, hogy nem értek hozzá, de én ezt így látom. Én itt lakom, én Törzsgyökeres szentendrei vagyok, én itt járok 50 éve. Az ideépülő parkolóról volt, aki azt gondolta, segítséget jelent majd a járművel érkezőknek. Olyan is akadt azonban, aki további problémákat lát a munkálatok, valamint a tervezés folyamatában. A másik probléma meg az, hogy én nagyon reménykedek abba, hogy legalább a járdákat meg fogják csinálni. Mert a járdák azok kritikusak. Végig. Egész végig. És ez az itt lévő vasúti villasorban lakóknak, ez nagyon nagy probléma. Olyan mélyedések vannak, hogyha például esik az eső, ki kell menni az úttestre. Nem egy helyet tudnék mutatni, ahol nagyon nagy probléma. Ki kell menni az útra, vagy pedig, ha a falhoz szorulva, vagy odatartva a táskát, vagy bármit, úgy befröccsentenek az autók, hogy az valami elképesztő. Ezt saját tapasztalatból mondom, végigáll a víz a járda mélyedéseiben, véleményezte a munkálatokat a szentendrei lakos. Nem beszélve arról, hogy ugye ide fölépítették ezt a lakóparkot, nem lakópark, mert annak nem lehet mondani, mert nincs zöldövezet, ami hozzátartozik. Hát egymást, meg ha fölmegyek a teraszra, megnézem, hogy a másik mit főz, szóval ez egy borzalom. De, és ezt azt hiszem tovább fogják folytatni, hát lesz a mélygarázs,
de valahonnan innen, nem még nem látni, lehet majd megközelíteni, és nem tudom, mennyibe fogja még pluszként befolyásolni. Tudnék ide felsorakoztatni 100 embert is, akinek ez a véleménye. Aki nap mint nap itt jár, a 11-esen itt, mert ott is variáltak, és egyszerűen nem ez lett volna a megoldás. Nem ez lett volna a megoldás. A parkoló terület hévállomás felüli szakaszain merőleges parkolóállásokat jelöltek ki. Már elnézést, én biztos vagyok abba, mert látom, hogy arra hátrább is mi van, mert a polgármester úr nem szokott eljönni csak a focipályának a széléig, ahol addig próbálják úgy egy kicsit rendbe rakni a dolgokat, hogy mégis úgy lássa. De ezeket felesleges volt itt, mert itt mi lesz? Ide dobják be a szemetet, ide fogják bedobni a, mindent, amit itt valahol megisznak. Tessék végigmenni itt ezeken a környékeken. Én meg tudnám mutatni, hogy mik vannak végig az úton. Az üvegek eldobálva, a dobozok eldobálva, a műanyag, amivel isszák azt a nem tudom micsodákat, az is eldobálva, minden. Itt is attól félnek, hogy ez helyet ad egy szemét telepnek, egy szemétdomnak. A vélemények megoszlanak, de a legtöbben, akik az utcában laktak, nem értenek egyet a felújításokkal. Jelenleg már csak a P+R parkoló kialakítása van hátra. Befejeződött Bergendi Péter film alaptámogatással készülő Postmortem című horrorfilmjének forgatása a hétvégén. A film várhatóan 2020-ban kerül majd a mozikba. A forgatás 2018. november 27-én kezdődött. A 41 forgatási napból 28 a Szentendrei skanzenben volt, ahol a háború utáni vidéki faluban játszódó történeteket forgatták. A Postmortem ötletét Bergendi Péter és állandó alkotótársa Hellebrand Gábor jegyzi. A forgatókönyvet Zánkai Piros írta. A film operatőre a nemrégiben Kovács László Zsigmond Vilmos magyar operatőri díj fődíjával kitüntetett Nagy András. Az első magyar horrorfilm a Magyar Nemzeti Filmalap 600 millió forintos támogatásával, 866 millió forintos költségvetéssel a Lajos Tamás vezette szupermodern filmstúdió gyártásában készül, producere Lajos Tamás és Köves Ábel. Híradónk végén a várható időjárásról. Szerdán keleten és délen zavarhatják gyakrabban felhők a napsütést, máshol viszont sokat fog sütni a nap. Csapadék nem várható. Délután 8-15 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink, röviden még egyszer. Csak ebben az évben több mint 100 esetben kellett vonulniuk a tűzoltóknak Pest megyében. A megszaporodott szabadtéri tűzesetek miatt tegnap tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe Pest megyében. A vasúti villasoron megépített új körforgalom még mindig gondot okoz az autósoknak. A gépjárművezetők többször szembe mennek a forgalommal, vagy a körforgalomban parkolnak. Februári képviselőtestületi ülés, a bizottságok elkészítették a 2018. évben végzett munkájukról szóló beszámolót. Ennyi fért a mai híradónkba, maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este ugyanebben az időpontban, tehát este 7 órakor várjuk Önöket. Ha még több helyi hírre kíváncsiak, akkor nézzék meg a weboldalunkat, a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is követhetnek bennünket, és ahogy már megszokhatták, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Mára megköszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, viszontlátásra!